Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogyan mosom a motoromat én. Ez nem egy általános dolog, hogy hogyan mosom mindenki a motorját. Na, ahány ember, annyiféle módszer, én a legegyszerűbbet választom, eljövök egy kézi automosóval. És hozzá magammal egy rongyot. Semmi speciális kefe, semmi speciális szer, egyszerűen nagy nyomás mosó, meg amit itt ad az automosó. Úgyhogy, tartsatok velem! Első lépésben habosítsunk! Ez a hab egyébként nem a vegyszer miatt használom, hanem mert egyszerűbben sűrűbb, mint a víz, tehát nem folyik le olyan gyorsan, és azok a részeken, ahol már rászáradt bor, sár, dosz van, azokat szépen felnedvesíti, és könnyebben lejön. Úgyhogy most egy kicsit várom, hogy kicsit ülepedjen a dosz. Második lépés, a nagy nyomás a mosás. És a harmadik lépés, amiért nagyon szeretem az automosókat, a forró viasz. Gyakorlatilag a rongyot pedig ezért hoztuk, hogy a végén cseppmentesen letörődik az egész motor. Sokkal szebb így, mint hogyha magától száradna meg. Egyébként az automosóban való motormosásnak több előnye is van. Ez a mosás 300 forintomba kerül, ez egy körülbelüli otthoni vízszámla nagyjából egy ilyen bővizes motormosásnak otthon. Illetve itt ugye elvezetik a szennyvizet. Nem úgy, mint otthon, ahol az udvar közepén mosnák a motort legtöbben. Úgyhogy még környezetkímélőbb is. Plusz még egyszer megemlíteném a forró viaszt. Nyilván otthon is lehet, de itt sokkal egyszerűbb. Szóval ilyen egyszerűen és gyorsan mosok én motort, eredmény szerintem magáért beszél. Aki ezt a módszert követi, ő neki tudom javasolni, hogy ejtsen úgy be egy benzinkutat mosás után, ahol van kerékfújási lehetőség, mivel a fékbe jutó víz okozhat egy-két meglepetést néhány esetben, úgyhogy nem árt azt kis levegővel kitisztítani. Én Junior voltam, és találkozunk a következő videóban.